Na helló srácok, mai nap megint egy nézői felajánlást fogok nektek bemutatni, méghozzá, ami ebben a dobozban lakozik. Elmondok egy gyors sztorit, egy hete azt hiszem, hogy sétálgatok Szegeden a Tesco-ba, az ugye innen 110 kilométerre van, 100, nem mindegy, vajszolgatom a kis Tesco előtt megvásárolt, hát, ritka szar gyroszomat, és leszólít egy srác, hogy hello, én küldök neked egy hangszórót. Korábban már egyébként írt a srác, és most előre is elnézést kérek, de elfelejtettem a nevedet, és a beszélgetést sem találom már, olyan sokat beszéltem azóta, úgyhogy nagyon szépen kérlek, ne haragudj meg, amiért elfelejtettem a nevedet. De nagyon hálás vagyok neked, amiért felajánlottad ezt a hangszórót. Ebben egy 12 szoros hangszóró van, ami állítólag, ha jól emlékszem a beszélgetésünkből, súról, és felajánlott egy a csatorna számára a srác, amit nagyon-nagyon köszönök, mert tök jó, akár ebben a hülye kis mailádámba. Hát ugye abban is egy 30-as hangszóró van, csak egy dibézi nevezetű hulladék temető. Elképzelhető, hogy ki tudnánk cserélni, ahogy látom, egy egész jó minőségű hangszóróra. Aha, valóban súrol a sztori, ami adódhat abból, hogy leszabadult a tekercs, adódhat abból, hogy leégett és... Mit tudom én, de nézzük körbe ezt a hangszórót. Most megmondom, hogy baromi jó súlya van. Tehát ez nem egy rossz nyomó. Valami ukrán cucc lehet ez. Hű, de szerintem van, hogy hát közel 10 kiló. Érjünk rá, hogy mit mutat ellenállás mérésben. Hogy mégse úgy próbáljuk ki, hogy azonnal ellövöm az erősítőt. Azt mutatja a múszar. Hát ja. 6 ohm. 6 ohmot mutat a műszer. De még mielőtt nekiesnék, azelőtt egy... most ezt a kis villogót innen eltávolítjuk. Azelőtt kipróbáljuk egy labortápról, mondjuk 2 volta. Megyen. És pont fordítva köttem be. Hogy ti is lássátok, hogy mi történik itten. Kínáljuk meg mondjuk 4 volta. Nem kimondottan egy mély nyomó hangszóró, inkább ilyen közép tartományra tippelnék. Így lehet hallani, mikor így megütögetsz egy hangszórót, és akkor hallod, hogy mi jön ki belőle. Viszont egész érzékenynek tűnik, mert 6 volt a kínálgatom. Ez most 9. Na jó, elég a vacakolásból. Azt mondom, hogy adjunk neki hangot. Úgy gondoltam, hogy gyorsan rápöttyintünk egy hangszóró vezetéket, és akkor meghajtom azzal az erősítővel, ami itt van lent nekem, ami ezt a mélyládát hajtja itt oldalt. Az már úgyis le van filterelve, és akkor nem lesz ilyen rohadt hangos, hanem csak halljuk azokat a fregiket, amiktől majd zsizsereg. Ha mondhatom ilyen szépen, csak még nem elég meleg a páka, de már mindjárt jó lesz.
Aztán valószínű, hogy hát ez is Fabriciónál fog kikötni. Sőt, kéne róla egy jó videót csinálni, hogy ezt Fábi Pistivel megjavítjuk mi ketten. Mit szólnátok hozzá? Hogyha lenne ilyen hangszórójavítós videó. Hát ez jól sikerült. Meg kéne grundolni ezt a vezetéket, mert nincs rajta egy csernyi ól se. És ráadásul olyan száraz, mint az Isten ítéletje. Így, Edi. Nyilván, hogyha van rajta egy kis ón, az sokat segít a forrasztási folyamatban. Na nézzük csak. Aha. Tyűha. Nézzétek, itt van valami. Elkezdett elporlani itt ez a szivacs, ami gondolom, hogy a torzítás kompenzációs nyílás szűrését volt hivatott ellátni, és szerintem az hullott bele. Mert most, ahogy így forgattam, még jobban elkezdett zörögni. Nézzük meg ezt még egyszer. Na, akkor viszont valószínű, hogy a tekercs volt meglazulva, illetve lejött egy pár menet, mert el is hallgatott ennyi hajtástól. És hát valószínű ennyi híja volt neki, hogy elélvezzen az a tekercs, mert hogy ez gatya, és a végfokon meg nem protektel, úgyhogy próbáljuk meg leszedni a porsapkát, azt nézzük meg, hogy mi van alatta. Azt meg úgy csináljuk, nézd, megint beindult. Na erre mondjatok valamit. Ja, lice lenne szar. Nem a lice a szar. Na, nem kínzom, mert ha lelövi az erősítőmet, hülyét rántok. Húztam föl nitrót. És akkor szépen így beáztatjuk ezt a papírt. Így megvárjuk, még elkezd dolgozni. És utána így fölemelem egy hegyes lófassággal. Mondjuk ezzel megpróbálok így alányulni, és akkor szépen fölemelni a porsapkát. Hogyha ez olyan ragasztóval van csinálva, amit olda nitró, de úgy látom, hogy ez olyannal van csinálva, mert szépen meg is kezdte már. De érdekes, hogy na most megint gatya. Fekete trutyi jön ki belőle.
Nem nagyon akarja megoldani, úgyhogy fogjuk a hőlégfúvót. Úgy néz ki, hogy a festéket elkezdte oldani az elején, de magát azt a ragasztót azt nem. Hoppá, jön a B-terv. Megmelegítjük. Biztos az összes hangszóró javító mester felkiált, hogy azt nem úgy kell, persze, hogy nem így kell. Hát én nem tudom, mi a picsával lett ez itt rögöztő. Ez lesz az övé. Ja, még melegíteni kell. De most már oldódik a ragasztó. Van, hogy valami hőre lágyulóval ragasztják. Van olyan, hogy csak a nitro oldja meg. Igazából csak arra az egyre kell vigyázni, hogy a papírt ne tegyük tönkre, a sapka nem olyan lényeges, jelen esetben meg pláne, mert hogy nincs rajta semmilyen jelölés. Úgyhogy tök egyszerűen pótolható. És ezért nem is aggódom egy percig sem rajta. Főleg, hogy így már így agyon van nyomorgatva, szóval, hogy ez már ilyen javított téma. Az már egy párszor le lett véve ez a porsipka. Ez majd ha meg lesz javítva, akkor kap egy szép új sapkát. És annyi. Új, jókora lengő van benne. De igazándiból, hogyha nagyon szeretnénk, akkor még ezt is vissza lehetne éppen tenni. Hogyha ezt így letisztítanám. Mondom, ez már így párszor meg lett nyomorgatva. De ha nagyon akarjuk, azt is vissza tudjuk tenni. Na nézzük. Most megpróbálok ide befújni kompresszorra, hát ha kijön a gané. És megszűnik a surlódás. Most ez hangos lesz. Nem. Akkor az lesz,
Keresek egy kis fólia darabot. Nem találom azt a megfelelő kis fóliát, amit így be tudnék tenni, és így tudnék kotorászni benne, úgyhogy elővettem újra a kis tápomat, és akkor megnézem, hogy most mit csinál 9 voltról. Érdekes, hogy de hallom, mikor visszatér a helyére. Hogy zörög benne a tekercs. Nem tudom, a videó mennyire jön át, mikor visszatér, elengedem, akkor még van egy ilyen utócsengés. Ami szerintem azért van, mert hogy le van szabadulva a tekercs egy része, szóval néhány menet. Gondolom én ezt, de hát sajnos, hogy szerencsére, nem tudom, hogy melyik, nem vagyok hangszórójavítómester, így nem tudok pontos diagnózist mondani. Annyit tudok, hogy majd sityakkal megnézzük. Hoppá, ebből lehet egy jó műsor nektek, hogy megjavítjuk ezt a hangszórót. Most viszont az erősítő mondta azt, hogy protect van. Remélem, hogy megdöglött benne a végfok. Ezzel nem is kísérletezgetek tovább. Ennek biztos, hogy valami menetzárlatja van. És most az erősítőm is azért mondta rá, hogy nem gyerekek, ennyi volt. Mert hogy lehet, hogy full zárlatba vágta magát. Vagy valami. Nézzük, az erősítő elindul újra. Ja, elindul újra, úgyhogy ott valami. Valami így van. Szívem szerint szétszedném és megnézném, hogy mi a helyzet, de ha nem tudom szépen szétszedni, akkor a membrán az menthetetlen lesz, és azt meg végképp nem szeretném, mert ez a membrán, ez a hangszóróhoz lett kitalálva, és ha másikat rakunk bele, az már sosem lesz olyan, mint az eredeti. Úgyhogy, jaj, ezt a hangszórót most nem is kínzom tovább, hanem valószínű, erről a hangszóróról akkor fogtok hallani legközelebb, hogyha sityunál leszünk. És akkor szeretnék is most egy szavazást létrehozni, hogy hogyha van kedvetek megnézni, ahogy rendbe rakjuk ezt a hangszórót, akkor légy szíves, ide lent a komment szekcióba írjátok be azt, hogy javítsuk meg. Oké? És ha látom ezeket a kommenteket, összegyűlik jó pár komment, hogy javítsuk meg, akkor felvesszük Fabrizióval a kapcsolatot, mind a ketten szánunk rá időt, és akkor megjavítjuk ezt. Tehát javítsuk meg ezt, dökjétek oda le, meg nyomjatok egy lájkot a videóra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatást. Egyre többen vagytok, akik a csatlakozás gombra rányomtatok, és csatlakoztatok a csatornámhoz, ezzel támogattok engem. Például ezt a javítást is, mert nyilván Fabrizio sem fogja ingyen megjavítani, de akkor például azt a lóvét, amit támogatásba tőletek kapok, ezt most bele fogjuk forgatni ebbe a hangszóró javításba, persze csak akkor, hogyha érdekel benneteket, és tényleg odaírjátok, hogy javítsuk meg, akkor tudni fogom, hogy
érdemes rá időt, energiát szánni, hogy nektek is műsor legyen, meg hát azért megjavítjuk ezt a hangszórót, mert azért ez nem egy rossz hangszóró, tehát ez iszonyatosan jónak tűnik nekem. Jó érzés. Na minden, elég a pofázásból. Javítsuk meg kommentbe. Szevasztok!